Sziasztok, kedves barátaim! Folytatjunk, ma lesz utolsó pár gondolat halál természetéről. Már beszéltünk, hogy nincsen halál, hogyha tudott állapot utolsó pillanatban, milyen hangulatban vagyok, mire emlékszek, mire gondolok, akkor ez határozza meg a következő születésemet. Most elmondom, hogy hogyan válaszunk a szüleinket, hogyan tudjunk legjobban segíteni azoknak, akik már elhagyták ezt a világot. Átlagos ember sose tud választani a szüleiket, mert a szülőválasztás egy mechanikus karma törvény szerint történik. Mikor lélek eltávozott a testből, akkor neki van egy tudatállapota, egy hangulat, ahol a világban apa és anya, az lehet ember, az lehet állat, nemzenek a gyereket, és azok, akik azonos tudatállapotban vannak, ők fognak nemzés pillanatban bevonzák a lelket, ami hasonló, azonos tudatállapotú, azonos karmával rendelkezik. Először ugye bemegy az apjának a magjába, és akkor utána anyának a méhébe. Így látható, hogy a családtagoknak azonos, nagyon közel álló karmájuk van, mert vannak olyan élmények, amit közösen kell átélni a családba, vagy egy balesetet, vagy sőt, nagyon gazdag és nagyon jó életet, vagy rendelkeznek hasonló betegségekkel, ez azt jelenti, hogy nagyon hasonló karmával, tudott hangulatával rendelkeznek a személyek, és akkor így születnek. Szóval véletlenül nem születik gyerek egyik családba, hanem ahogyan nemzenek, olyan gyereket kapnak. Ebből szempontból nagyon fontos, hogyha valaki szeretne egy jó nemes gyereket, lelket, akkor nagyon magas tudatba kell nemzeni a gyereket, nem kábítószer hatás alatt, vagy alkohol hatás alatt, hanem lehet végezni megfelelő lelki szertartásokat, és így, hogyha tiszta tudat állapotban nemzi valaki a gyereket, akkor egy nagyon nemes lelket tud bevonzani. Mit tudunk tenni azokért, akik már elhagyták ezt a világot? Sok országban az a szokás, hogy elmennek a temetőbe, gondolnak rájuk, visznek virágot, koszorút, ezek nagyon jók, de sajnos el van felejtve, hogy ez micsoda, miért vannak ezek a napok. Indiában mai napig létezik egy ilyen szertartás, pinda, ez azt jelenti, hogy ajánlanak valamilyen szent ételt, és csinálnak valamiféle felajánlásokat, vagy adományoznak az elhunyt nevükben, hogy azok a személyek, akik már a túlvilágban vannak, és még nem születtek meg, akkor kapjanak kedvező dolgokat, és ne szenvedjenek. Azok, akik valami miatt pokolba mentek, a gyerek ki tudja szabadulni pokolból a saját szülőit, hogyha tudja, hogyan kell csinálni, erre vannak hiteles szertartások, rituálik, és csak azok alapján lehet enyhíteni a sorsunkat. Sajnos Oroszországban van egy ilyen rossz szokás, hogy ilyen napon visznek temetőre vodkát, raknak rá kenyeret, és ezt ajánlanak, de ettől nagyon fog szenvedni a lélek. A legjobb, amit tudjunk csinálni, nem kell különleges dolgokat csinálni, hogyha temetőre vagy fényképhoz ajánljunk szent ételt. Elmegyünk templomba, felszenteljünk egy kenyeret, vagy bármi más, csak az nem szabad legyen alkohol vagy hús, hanem valami vegetariánus vagy vegán ételt, azt felajánljunk, a templomba felszenteljünk, és utána ezt ajánljuk az elhunytóknak, és ami nagyon jó, hogy imádkozunk értük sokat, mondjuk végzünk valamilyen lelki cselekvést, és ennek az eredményét nekik ajánljunk. Ez a legjobb segítség, főleg halál pillanatban nagyon sokat tudjunk segíteni másoknak, amikor valaki haldoklik mellettünk, akkor nagyon fontos neki segíteni és mondani, hogy ne aggódjál, halál nem létezik, csak most ki fogsz lépni ebből a testből, és utána fogsz kapni új testet, és ezért most nagyon-nagyon sokat számít, hogy mire fogsz gondolni, és most imádkozok érted, és próbáld meg most Istennel venni menedéket, mert aki Istennel veszi menedéket halál pillanatban, az el fog menni Istenhez. Hogyha nem fogsz tudni, akkor legalább kérjél tőle bocsánatot, hogy vegyél a rossz karmát, és hogy tudjál megszületni emberi testbe, hogy tudjál lelkileg fejlődni a következő életében. Így lehet segíteni másoknak, így módon az ember megkapja az új családját, és efféle módszerekkel lehet segíteni elhunytoknak.
segítsünk nekik, imádkozunk értük, és minden rendben lesz, és mi is ne felejtsünk el, hogy valamikor mi is leszünk ebben a helyzetben. Nemrég olvastam egy nagyon jó könyvet, ahol egyik szent ember látogatta Olaszországba templomokat, és találkozott ott egy nagyon tiszta szerzetesen, nagyon emelkedett keresztény szerzetesen, és ez a fiatal fiú, aki még hippie volt, ez 70-es években történt, 20 éves, nagyon szimpatikus volt szerzetes számára, és szerzetes mondta, gyere, megmutatom neked titkos dolgokat a mi templomunkba, és elmentek a templomba, ott mentek, sétálták, és ő látta, hogy mennyire izgalmas az egész helység, és egyszer csak egy különleges látvány előtt került. Látta emberi csontokat, sok emberi csont, és alatta volt felirat, ami következőképpen hangzott. Valamikor mi voltunk olyanok, mint ti most. Valamikor ti lesztek olyanok, mint mi most. Szóval sose felejtsünk el, sokan gondolják, hogy azért kell élvezni, menni plázába és minden, hogy ne gondoljunk a halálról, de gondoljunk a halálról, nincsen halál, de egy vizsga van, utolsó vizsga. Nagyon sokat számít a következő életünk azon, hogy mennyire felkészültünk a halálhoz. Az az ember, aki lelki gyakorlatokat gyakorol, sose fél a haláltól, legyőzi a halált, és következő életben folytatni fog a lelki útját, vagy visszatér lelki világba, eredeti lelki állapotba, ahol szeretet, boldogság, változatosság, viszonyok és csodálatos kapcsolatok vannak Istennel és a lelkekkel. Köszönöm szépen, sok boldogságot kívánok, Hare Krishna!